A Daiwa 2017-es kínálatában megjelent Prorex termékcsalád újdonságai között nagyon-nagyon sok olyan apró cikk van, amit szerintem érdemes áttekinteni a horgászoknak. Itt minden nem tudunk bemutatni, nyilván erre való a katalógus, az internet, de néhány kedvencet szeretnénk kiemelni azok közül, hogy szerintünk mit érdemes mindenképp fontolóra venni a pergetőknek. Az egyik kedvencem a kínálatból a krimpelhető előke. Ebből kétféle is található. Az egyik a titánium, ami egy darab szálból áll, és egy picikét merevebb, ez inkább a jerkes wobbleres pecákhoz lehet előnyös. A másik a 7x7-es előke, ami egy valamivel lágyabb, de mind a kettőnek megvan az az előnye, ilyen tekercses formátumban lehet kapni, és gyakorlatilag én tudom elkészíteni az előkémet, mégpedig olyan kapocsal tudom szerelni, amilyennel akarom, és olyan hosszúságban, amilyennel akarom. A másik kedvencem ez a csomagcsörgő, ami nem azért tetszik, mert két hónapos a kisfiam, és mostanában nagyon sok csörgőt hallok, hanem az a hatalmas előnye, hogy bele lehet applikálni a gumihalba, gyakorlatilag simán bele lehet szúrni, mert az egyik vége hegyes, esetleg pillanatragasztóval vagy gumihal ragasztóval lehet ezt fixálni, de nem mindig szükségszerű. Azért nagyon jó, mert főleg csukánál nagyon jól reagál a csuka a csörgő hangokra, gumihalnál ez kevésbé elterjedt, pedig gumihalnál is nagyon előnyös tud lenni. Nekem németországi tapasztalatom az, hogy sok esetben, hogyha többen horgáztunk egy csónakban, az a gumihal volt a nyerő, amiben valamilyen csörgőt beleszúrtunk. Ugye minél nagyobb egy ilyen csörgő, annál intenzívebb hangot ad, de egészen kicsi méretben is megtalálható, így kisebb, akár süllős gumihalakba is bele lehet szúrni, és nagyon sokszor ez lehet a kapásnak a kulcsa. Beszéltünk már a gumicsaliknak az alternatív rögzítési módjáról. Ugye nem csak jigfejre lehet húzni egy gumicsalit, hanem adott esetben például egy ilyen dugóhúzószerű csavarral, be az orrába csavarva lehet rögzíteni, amihez aztán kívülről tehetünk egy alternatív horgozást, ami ugyanúgy kiválik, mint ez a tüskés megoldás, amit az András a swimbaites videóban mutatott. Illetve egy ilyen dugóhúzós, csavaros súlyozás még, ami tetszett nagyon, amivel extra súlyt tehetünk a gumihalnak, akár a hasi oldalára, akár az órára, attól függ, hogy hogy horgoztuk föl. Valamint, ami még nagyon tetszett, hogy egyre nagyobb tért hódít a világon az, hogy ne ólommal haigáljuk tele a vizeket, hanem adott esetben ólommentes nehezékekkel is, és most a dropshot nehezékek között van már ólommentes megoldás is. Tehát akinek számít, hogy mi történik a környezettel, az használhat akár nem feltétlenül olmot nehezéknek, hanem más fémből készült, esetleg lebomló, ártalmatlanul lebomló rozsdásodó anyagot is. Nem is húznám tovább az időnket ezzel, hogy itt mindegyiken egyesével végigmenjünk. A katalógust meg lehet találni, letölthetik az internetről magyar nyelven, és abban megtalálja mindenki azt, ami épp az ő horgászatához illik. Könnyű UL pergetéstől egészen a nehéz pergetési karcsázásig a Prorex kínálatából.